Kedden késő délután Pécsen játszottuk a Liga Kupa negyed döntőjének első mérkőzését. A hazaiak kezdtek aktívabban, előbb a harmadik percben James lövését védte bravúrral Tuivel, majd két perccel később Rász lövését fogta. A hatodik percben Oliveira keresztlabdája után Lupeta lőtt 20 méterrel a kapu fölé, majd egy perccel később ismét Lupeta beadását tenyerelte ki a hazai kapus. A labda viszont Alvarez elé pattant, azonban az ő lövését is sikerült hárítania, végül Oliveira lövése után sikerült felszabadítani a hazai védőknek. A 27. percben Rácz indult meg, majd tölt be a 16-oson belőle, végül 6 méterről kapu fölé lőtt. A 29. percben Városi indult meg a 16-oson belül, Vinicius belépője után azonban büntetőt ítélt a játékvezető, amit Peric végzett el, Puyolnak azonban sikerült hárítania. A 32. percben Brácsi szabadrúgását sikerült a hazai kapusnak fognia. Egy perccel később a Pécs azonban megszerezte a vezetést, egy szóló végén Milan Peris talált a kapunkba. A 43. percben Alvarez indította Nildót, a lövés pillanatában azonban beérték a védők, egy perccel később pedig Alvarez lőtt nagy erővel kapura, a hazai kapus nagy bravúrral védett. Ezzel véget ért az első félidő 1-0-ás hazai vezetéssel. A 47. percben James rosszul sikerült fejese után került Nildó elé a labda, azonban a jó ütemben kilépő hazai kapusnak sikerült hárítani a lövés pillanatában. Az 51. percben Nikolic került a földre a 16-oson belül, a játékvezető azonban nem látott szabálytalanságot. Az 58. percben ismét a hazaiaknak adódott lehetősége, James beadását pedig sarokkal továbbította, a labda nem sokkal ment a kapu mellé. A 61. percben sikerült egyenlítenünk, Nikolic és Alvarez gyönyörű összejátékát követően Nico lőtte ki a hosszú alsó sarkot. A 64. percben Alvarez mutatott be szép szórót, lövése végül a kapu mellé szállt. A 84. percben Városi tűzött kapura egy labdát, Tuivel biztosan fogta. Majd a 88. percben ismét Városi játszott a tisztára magát, Tuivel azonban ezúttal is sikerült védenie. A 90. percben Nikolic fejelt a hosszúra egy beadásra, azonban egy jó helyen álló védőnek sikerült kifejelni a labdát, majd egy perc múlva ismét Nikolic fejelt, ezúttal fölé ment a labda. A Liga Kupa negyed döntőjének első mérkőzése idegenben így végül 1-1-es döntetlennel zárult.